A német nemzetiségi népdalokat, zenei hagyományukat szeretnék átörökíteni és aktívan megélni a német nemzetiségi kórusok. Ezért idén másodszor rendezték meg kórus találkozójukat Harkányban. Mindegyik kórus német nemzetiségi vonatkozású, tehát német-német gyökerű, ezért az is a célunk, hogy a népdalokat átörökítsük, a hagyományt továbbvigyük, és mindenki német nemzetiségi népdalokat, népies műdalokat énekel általában. Vannak kórusok, akik német slágereket is előadnak, de a mai napunknak a tematikája a Jézus szíve búcsúhoz illeszkedve az egyházi jellegű, és a Jézus szíve búcsúhoz kapcsolódóan egyházi dalokat fognak hallani a kórusoktól. Az a célunk a német nemzetiségi kórus találkozóval is, hogy a német nyelvet aktívan használjuk, és a zenei formában is kiemeljük. Ugye a nyelv az identitás egyik legfontosabb komponense, és ezért főleg, illetve majdnem kizárólag német nyelvű dalokat fognak hallani a mai résztvevők és a kedves vendégeink. Az egyik fellépő kórus a Hímesházi Sonnenblumen volt. 15 éves jubileumukat ünnepelték 2020-ban. Céljuk a népi hagyomány ápolása a német népdalokkal. Igazából már a kezdetek kezdetén elindult egy olyan műsorsorozat, egy programszervezés, ami vidám hangulatú falunapokkal, német nemzetiségi rendezvényekkel folytatódott, és ott már a hagyományos népdalok mellé már a vidám slágereket is bevittük, tehát azok is már szerepeltek a repertoárok között. A mi kórusunk a hagyományos német nemzetiségi ruha mellett döntöttünk a dindl ruhában. Igazából talán a nyárnak a melege hozta azt, hogy egy könnyebb viselet legyen, és passzolni pedig nagyon passzolt az osztrákos és a német vidám slágerekhez. Ezért így a ruhának a lényege, hogy a hölgyeknél a dekoltás kap szerepet, az egy ilyen kivágott rész, és itt a színes masné és a színes kötény és a színes virágok a jó hangulatot adják. A Mohácsi Zingendek-Velle kórus múltja 1995-re nyúlik vissza. Horváth Ilenke énektanárnő szervezte az amatőr kórust. Náluk is hagyományőrzés a cél. Azok járnak ebbe a kórusba, akik szívesen és szeretettel énekelnek, valamint vállalják azt, hogy németül is kell énekelniük. Én ezt a megtisztelő szerepet, hogy kórusvezető, ezt szeptember 29-e óta töltöm be, úgyhogy azóta egy új csapat kovácsolódott, most körülbelül 20-an vagyunk a kórusban, vegyes kar, tehát férfiak és nők is énekelnek benne, és elsősorban arról szól a történet, hogy együtt lehessünk, hogy jól érezzük magunkat, hogy szép akkordokat és szép hangzásokat rakjunk össze, és a Covid után most kiszabadultunk, úgyhogy 8 szereplésen vagyunk túl, és ez a 8 szereplés, ez mind olyan volt, ami öröm volt, és boldogság, és közte volt a pécsi székesegyház egy német misénk, amit végig énekeltünk gyönyörű szépen, és a cél az, hogy együtt lehessünk, hogy örömet szerezzünk egymásnak és a közönségnek természetesen. Én mellesleg tanító vagyok, és éneket is tanítok az iskolában, és ott is, amikor népdalt kell tanítani, akkor el szoktam mondani a gyerekeknek, hogy ezt tudom, hogy otthon már nem szoktátok énekelni és hallgatni, de mondják néhány olyan, de igen. Tehát vannak olyan nagymamák, hál' Istennek, és anyukák is, akik énekel, fektetik le a gyermeküket, és népdalt énekel, legyen az német vagy magyar, de mégiscsak hagyományőrzés és ápolás, és úgy gondolom, hogy enélkül nagyon-nagyon sivár életünk lenne, és a kultúránk alapjait vesztenénk el, hogyha nem őriznénk a hagyományunkat. A Harkányi Zingvögel kórus az ide látogató németek népzenéjéből, de főleg a baranyai német népzenéből táplálkozik. A kórusban inkább idősebbek énekelnek, és 7. éve 14 fővel őrzik a hagyományt. A kórusban inkább idősebbek énekelnek. A fiatalokat manapság nagyon nehéz arra bírni, pláne nem német nyelven, hiszen, amint mondtam, a kórus
14 fűvel, most már 7. évben működik, és nem mindenki beszéli a német nyelvet, de nagyon szívesen énekel, szereti a német népzenét. A német népzene az nem olyan harsogóbb, mint a horvát vagy a magyar temperamentumos, hanem inkább ilyen visszafogott, ilyen lelki dolgokról énekel, és ez az idősebb korosztálynak illik, vagy ők szeretik ezeket. Bonyhád környéki tolnai és baranyai magyarországi német népdalokat énekel a bonyhádi német nemzetiségi kórus, amelyet Németh Tibor vezet 5 éve. A kórus eredetileg 1980-ban alakult Róna József névvezetésével. Természetesen az identitástudat az nagyon-nagyon fontos itt, és hát én azt gondolom, hogy amikor egy ilyen kórusban, egy ilyen nemzetiségi, német nemzetiségi kórusban azért fiatalok, idősebbek együtt énekelnek, tehát mindegyiknek igazából van, ez egyiknek van mit átadni a másiknak pedig mindig van mit tanulni. És ez folyamatosan, hogy miért fontos, igazából azért fontos, mert hát ezek vagyunk mi, és csak így tudjuk magunkat megvalósítani és kifejezni. A Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett kórus találkozónak a Jézus Szíve Katolikus Templom adott otthont. A fellépést követően szentmisét is tartottak, amelyen szintén énekeltek a kórusok, de már a hívek soraiban.